A Honvéd a hatodik fordulóig tartotta a lépést az egriekkel, utána döntetlent játszottak a Vasassal, majd kikaptak 3 góllal a Szolnoktól. Az első negyedben jól tartotta magát a Honvéd, 3-2 volt ekkor az eredmény az egrieknek. Utána viszont a második játékrészben volt egy 4-0-ás egri periódus, ami megpecsételte a vendégek sorsát. Ebben a játékrészben igen hatékony volt az Eger támadásban és védekezésben egyaránt. 8-4 után többször is feljöttek a vendégek 2 gólra, de 3 perccel a vége előtt megint 4 volt közte az egriek javára. A végén még kozmetikáztak az eredményen a fővárosiak, 12-10-re nyert az Eger, de valójában 1 percig sem forgott veszélyben a hazaiak újabb, sorrendben 9. győzelme. A Honvédot nem becsültük le, de úgy akkor tudtuk, hogy a jó eredménye ellenére nem a bajnok esélyes csapatok egyike, és pont ehhez képest játszottunk néha fegyelmezetten, néha meg egy picikét belekapkodva. A Szeged megszenvedett a BVSC ellen a Dél-Dunántúli rangadót, meglepő magabiztossággal nyerte a Kaposvár, a KSI pedig fontos kiesési rangadót nyert a Szentes ellen. Mivel a Magyar Kupa 4-es döntőben ezen a hétvégén nem érdekelt a csapat, ezért megegyeztek a pécsiekkel, hogy pénteken 19 órától a 19. fordulóból előrehozott meccsen Pécset játszik a csapat. Utána 20-án szerdán indul a Bajnokok Ligája csoportkör, az első meccsen pedig a Pro Recco teszi tiszteletét a Bicskei úszodában.